kérlek benneteket, hogy ne vesztegessétek az időt arra, hogy szembeszálltok Virginia akaratával, mert mielőtt még végső útra indultam volna, feleségül vettem őt. Virginia az özvegyem. Mindannyiótok mostoha anyja. Nem, ez teljesen lehetetlen. Ne kételkedj rám, Jan. Talán nem nézel ki ilyesmit ebből a parazitából? Nem hiszem, hogy apa kellően átgondolta volna. Csak valami rossz trétát akart űzni belőle. Igen, igen, igen. Ez csak is valami ízléstelen tréfa lehet. Hát ha mégis igaz lehet, soha nem bocsátom meg neked. Óhagyják, megmutathatom önöknek a polgári házasság levelet Rodrigo Bunkiere és Virginia Martinez házasságát. Látni akarom. Én is. Hát igaz. Apánk is ez a nő házasok. Remek ízlése volt. Most, hogy a jó és nemes Virginia a feleségem lett, ezemmel úgy rendelkezem, hogy ő legyen a ház úrnője. Törvény szerint a vagyonom felének ő lesz a törvényes, míg a másik fele benneteket illet. Végső akaratom az, hogy Virginia haláláig egyetlen gyermekem sem kaphat részt belőle. Mostantól ő a vagyon egyedüli és kizárólagos kezelője. Tiszteletekkel őt, mint engem, sőt jobban. Ő megvéd mindannyiótokat, és segíteni fog benneteket. Eskü alatt tett nekem ígéretet erre. Benito nagyborúságáig az ő gyámsága alatt áll, és senkinek sincs jogába őtettől sem, most sem a későbbiekben megfosztani. A gyámságról szóló nyilatkozat szintén a végrendelet törvényesen hitelesített része. Gyermekeim, sajnálom, hogy nem hagytam rátok milliókat. Apátok, Rodrigo Bunkiere. Most, mivel a végrendelettel végeztünk, kérem, engedjék meg, hogy távozzam. Szíves engedelmükkel. Kik is rendezettük. Világosan megmondta a végrendeletében. Virginia Martinez mostantól a mostohaanyánk. Ha feleségül vettem, akkor miért nem tennék venni rá, hogy szeretők voltam? Nem természetesen. Ezért kellett apánknak tartani a szalát és feleségül venni, mielőtt meghalt, csak hogy a mi kárunkra. Lassan a mester! Apa azért tette, mert kevés pénzt hagyott ránk, és Virginia talán beleg alkalmasodnak arra, hogy kezelje. De ennek érdekében feleségül kellett vennie. Ez kiderült a végrendeletből. Az a kis álszentcuka elcsábította. Csapdába ejtette, hogy ne kerüljön az utcára. Ezt akkor sem tudom elhinni, képtelen vagyok. Egyelőre ne szóljunk róla senkinek. Mindannyiunk számára megalázó lenne. Igen, ez igaz. Umberto sem tudhatja meg. Nem tudhatja meg, hogy apám nem hagyott ránk egyetlen árva valas sem. Pontosan tudta, hogy ez fog történni. Ezért nem engedte be a bűnöket. Világos, hogy mindenről tudott. Nyugalom. Most Virginia kezében vagyok. De talán nem olyan rossz, mint amilyennek mondják. Ne légy naivan. Én eltűnök ebből a házban. Nincs itt semmi keresni való. Most azonban eltűnök. Na és hová mész, Carlos Alberto? Akárhová. Legalább bennem legyen szégyenérzet. Ne légy nevetséges. Ebben a házban minden a miénk. Még akkor is, ha abba minden Virginiára vagy. Ezért nem kell szégyenet, ha jelezni akarok. Szerinted talán nem kell arról. Mert benne nincs semmi szégyenérzet. Megkérem Umbertót, hogy vigyen magával a házába. Hadd élhessek az anyjával, amíg össze nem házasod. Én felmegyek a szobámba. Mert nekem nincs vőlegényem, aki bárhová elvihetne innen.
atyám. Most aztán mehetek dolgozni. Sosem bocsátok meg a lányomat.